Egy magányos farkas jött le a faluba. Reszket előtted. Mi se ez? Utolsó áldozás. Jut eszembe. Kellene valami zenét választani, nem? Jó ötlet. Kezdjük mondjuk Bachal, mert Bach számomra valahogy túl van a művészeten. Bachal szemben olyan dilettáns vagyok, mint az életemmel vagy a természettel szemben. Rendhagyó műsorral kezdődött meg az Esta Városháza dísztermében. Préger Zsolt és Magyar Bori egy zenés-verses gondolatgazdag diskurzusban idézték meg Pilinszky János ma is egyedülálló emberi és költői pályaívét. A Pilinszky és én című előadás a kortárs magyar irodalom alapkövét és a hitvallás spiritualizmus gyönyörűségeit viszik közel elektronikával és popzenével az emberekhez. Különleges érzés most itt állni, és egyszerre valamiképpen a történelmi vagy kulturális hagyományról gondolkodni itt Székesfehérváron, az irodalmi hagyományról, és megnézni, hogy nekünk itt 2024-ben mindez mit jelent. Kiemeltünk a Szaktum programunk kapcsán egy szerzőt, egy olyan szerzőt, aki nagyon sok tekintetben kapcsolódik és kapcsolódott élete során Székesfehérvárhoz. Ő ugye, ahogy talán a meghívón a plakáton is láthatták, Pilinszky János. Juhász Anna megerősítette, a Szaktum országjárása során a helyi értéket helyezik fókuszba, és azáltal, hogy az országos ismertségű alkotók mellett az adott helyszín vagy régió meghatározó kulturális szereplőjét hívják meg a programsorozat egyes helyszíneire, így természetes volt az is, hogy ezen az estén Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész, a Pilinszky életmű legbensőbb titkait is ismerő és beszélgető társ, aki a költő fehérvári mindennapjait idézte meg. Ami a 60-as illeti, ugye Pilinszky számos kiállítást nyitott meg, egyébként ebben a kis füzetben, amely tartalmazza a 9 évvel ezelőtti múzeumbéli kiállítás, legalább akkor ez a Pilinszky és Fehérvár című kiállítás nyitatott meg. Ebben képek, szövegek szerepelnek azzal kapcsolatban, hogy Miss Kornis Dezső, Csár Erzsébet, Kondor Béla kiállításokat nyitott meg ebben a városban, Pilinszky és másokat is. Tehát tulajdonképpen ilyen módon kötődött, én azt hiszem, ehhez a városhoz. Ami aztán később, kétségtelen tény, abban a bizonyos 84-es korszakban zárult le. Az est megerősítette, hogy az érzelmi és lokális kötődések láthatatlan szálakkal fűznek össze minket, Pilinszky emlékezete pedig olyan példa, amely minden irodalombarát számára kiemelten fontos.